készülni. Raj! 60 méteres síkfutás a Városi Stadion rekordtányán. Az ovisok annyira koncentráltak, hogy nem zavarták őket a felfestett vonalak sem, így mindenki abban a sávban futott, amelyben tudott. Nyíregyháza óvodásai számára hirdették meg a hagyományos atlétikai versenyt, melyre a város számos intézményéből érkeztek gyerekek. A óvodások atlétikai versenyére kerül sor, 24 óvoda részvételével a nyíregyházi óvodások vesznek részt atlétikai versenyen, és hát ez már nagyon nagy hagyománya rendelkezik ez a rendezvény, minden évben bővülnek a résztvevők száma, és én bízom benne, hogy ez most is így lesz, fantasztikusan jó idő is van, és nagyon sok gyerek jött el. Köszönjük szépen az óvónőknek a felkészítést. A 60 méter mellett 200 méteren 4x100-as váltóban és kislabdahajításban mérték össze tudásukat a kicsik. Bár hivatalosan versenyt hirdettek, minden résztvevő érmet kapott. Az első három helyezett viszont a különböző számokban dobogóra állhatott. A város óvodásai nagyon aktívak, rendszeresen részt vesznek sporteseményeken. Télen a Continental Arénában egy játékos sorversenyt rendeznek számukra, de népszerű a Mikulás futás és a Nyuszi futás is. Sokan közülük később a sportcentrum igazolt versenyzői lesznek, és valamelyik szakákban rendszeresen járnak edzésre.